Hetedik alkalommal szervezik meg a digitális Székelyföld konferenciát. Ezúttal Marosvásár hely a Szapiencia MT Campus-a -e ad otthont az eseménynek, amelyre szeptember 26 és 29-e között várják az érdeklődőket. Manapság kikerülhetetlenül a mindennapok részévé vált a digitalizáció, az információ eszközök használata. Ez a felismerés indította el 7 évvel ezelőtt a Digitális Székelyföld konferencia megszervezésének az ötletét. A szervezők víziója szerint Székelyföld nem elszenvedője, hanem alakítója kell legyen a digitális forradalomnak. 2025-ig pedig olyan régióvá válhat, ahol a magas hozzáadott értékű termékek és szolgáltatások teszik a gazdasági termelés legnagyobb hányadát. Digitalizáció az mindennapi életünkben jelen van, minden nap találkozunk vele, és mi azt szeretnénk, hogy ezt a hasznunkra váltsuk, és használjuk is az eszközöket az üzletbe, az oktatásban, az önkormányzatokban és a mindennapi életbe okosan, és úgy, hogy az a végén segítsen a munkánkat, ne pedig rabolja az időnket. A szervezők minden évben egy kiemelt tematika köré építik a programsort, idén a mesterséges intelligenciát választották. Ezt a témakört fogják körbejárni a délelőtti előadások és a délutáni panelbeszélgetések és előadások többségén. Ezen kívül szól ez digitális marketingről, felnőtt képzésről és a Székelyföld brandről. A szervezők közlése szerint a digitális konferencia nem csak az IT szakmához szól, hanem mindenkihez, aki digitális eszközökkel és módszerekkel próbál érvényesülni a különböző piacokon, vagy legalább egyszer küldött már e-mailt a mobiltelefonjáról.